Eredményhirdetés a Baranyai Kárászon, ahol a töményi talok készítőit várták a szervezők megmérettetésre. Muth József 13 éve foglalkozik pálinka főzéssel, párlatok készítésével. Egy igazi különlegességet hozott a versenyre hétvégén. Csipkebogyóból készült párlatával aranyérmet szerzett. Van ültetvény belőle Baranya megyébe Somberek mellett, ahol kombánnyal szedik, tehát nem kell megküzdenünk azzal, hogy leszedjük magunk a csipkét a bokorról, és hazavittem, illetve a kereskedelmi főzdéhez vittem, ott kimagoztuk, pektinbontással szétfolyattuk, folyosítottuk a gyümölcsöt, beoltottuk élesztővel, irányított terjesztéssel, hűtve erjesztettem, és úgy néz ki, hogy tetszett a bírálóknak. A 14. pálinka és párlatversenyt tartották a Baranyai faluban szombaton. Kereskedelmi főzdék és magánszemélyek italai kerültek a bírálók elé. 300 tételt neveztek be az idei megmérettetésre, ebből 39 kereskedelmi főzetőnek volt a főzdének volt a tétele, ez százalékosan nagyon jó aránynak számít. Idén is a Pálinka Nemzeti Tanács a fővédnökünk, kárászi verseny plusz kreditpontot ér azoknak a bírálóknak, akik itt nálunk bírálnak az országos verseny bírálói kiválasztásánál. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nemzeti tanács által elismert versenyt sikerült itt a 11 év alatt összegrundolnunk. Az értékelő bizottság elnöke, a Pálinka Nemzeti Tanács képviselője azt mondja, neki is tartogatott meglepetést a verseny. 15 éve végzek pálinka minősítést, és még nem voltam olyan helyen, ahol ennyi az alma kategóriának egy nagyon elhanyagolt gyümölcsét, a naspolyát nevezték, és ennyi naspolyát neveztek. Összesen 5 naspolyát neveztek a versenyre, ami egészen különleges volt számunkra is, minősítők számára, nyilván akik díjat nyertek ebbe a kategóriák közül számunkra is. Az arany és ezüstérmes mintákat ennél a standnál kóstolhatták meg a fesztivál látogatói. A hazai termesztett gyümölcsök mellett készültek nedők az erdők terméseiből is, mint például a fekete berkenye. De volt, akinél déli gyümölcs, narancs, banán, datoja szilva szolgáltatta az alapanyagot.